Belegondoltál már, hogy egy tusolással akár 150 liter vizet is felhasználhatsz. Ez azt jelenti, hogy évente 54.750 liter vizet veszel igénybe, csak erre az egy feladatra. A víztisztító 10.000 liter vizet körülbelül 5 kWh áram felhasználásával tud megtisztítani. Ebből kifolyólag évente legalább 25 kWh áramot használsz el csak arra, hogy a te fürdővizedet a víztisztító újra a rendszerbe juttassa. Vagyis a jelenlegi energiatermelésünk mellett legalább 16 kg széndioxidot állítanak elő, csak az alatt, amíg a vizet megtisztítják, hogy újra használható legyen. Ez elég ahhoz, hogy gázállapotban megtöltsön egy 8,5 köbméteres teret. Ezt egyetlen ember termelte ki egy év alatt csak egy kis napi tusolással. Ha ezt csak 10%-kal tudnánk csökkenteni, úgyhogy nem járatod a vizet, miközben samponozol vagy víztakarékos szórófejeket használsz, akkor nem csak hogy hosszú távon a saját és családod vízfelhasználását tudnánk csökkenteni, de az ezzel járó környezetszennyezést is. Ha csak Magyarországon csak minden tizedik ember tudná csökkenteni a fürdésre felhasznált vízfogyasztását 10%-kal, akár évente 850.000 köbméter széndioxidtól tudnánk megkímélni a levegőt, amit lélegzünk. És akkor gondolj bele, ez csak egy kis tusolás. Vajon a lakásban hány helyen tudnánk még spórolni egy kicsit, ami hatalmas hatással lehetne a környezetünkre?